Stratégiai hibának nevezte a Kossuth Rádióban Farkas Őrs politológus, hogy a magyar szocialisták meghívták Franz Timmermanst a hétvégi kongresszusukra. Szerinte ugyanis az MSZP azzal, hogy egy nyíltan bevándorláspárti politikust ünnepel, májusig további szavazókat veszíthet. Az Európai Bizottság jelenlegi alelnöke, az Európai Szocialisták csúcsjelöltje néhány hónapja ismét találkozott Soros Györggyel, akivel sosem rejtette véke alá jó kapcsolatát. Új eszközökre van szüksége a bizottságnak, hogy a tagállamok betartsák a jogállamiság szabályait. Így vélekedett Frans Timmermans a Népszavának. A holland politikus az Európai Bizottság alelnökeként beszélt alapnak, annak ellenére, hogy mindeközben szombaton az MSZP kongresszusán, mint európai szocialista csúcsjelölt kampányolt. A legjobb, ami Magyarországgal történhet, hogy nyitottá válik. Az MSZP rendezvényén ezzel zárta beszédét Frans Timmermans, aki azt is mondta, együtt lenni különböző vallású, különböző nemzetiségű emberekkel nem jelent fenyegetést az identitásra, hanem gazdagabbá, erősebbé teszi azt. Ha határok nélküli Európát akarunk, ha fent akarjuk tartani a schengeni rendszert, akkor közös, egymás iránti szolidaritáson alapuló migrációs politikára is szükség van, fogalmazotta a beszéd után a Népszavának. A szocialista csúcsjelölt hozzátette, ha Orbán Viktor továbbra is akadályozni fogja ennek létrejöttét, azzal a magyarok szerinte nagyon sokat fognak veszíteni. Hiszek benne, hogy a legfontosabb dolog, amit tehetünk a magyar társadalomért, hogy megszabadítjuk az idegenektől való rettegéstől. Az ország akkor lehet erős, ha felhagy azzal a gondolattal, hogy a határaink kívül mindenki fenyegetést jelent rá. Ennek az ellenkezője igaz. Ezt már a Euronews-nak mondta a bizottság alelnöke a kongresszus után. A közmédiának hiába kerestük hivatalos úton, nem adott interjút. Szerettük volna megkérdezni, hogy megválasztása esetén a gyakorlatban is alkalmazná-e Soros György nyitott társadalommal és határok nélküli Európával kapcsolatos nézeteit. Valamint azt is, hogy szerintem magyarországi kampánya összeegyeztethető-e azzal, hogy az Európai Bizottság első alelnökeként semlegesnek kellene lennie. A helyszínen a szocialisták sajtósa úgy fogalmazott, Franz Timmermans csak az előre kiválasztott orgánumoknak nyilatkozik, vagyis, mint mondta, azoknak, akiket szeretnek. Az ATV-ben például éppen arról beszélt, hogy néhány hónapja ismét találkozott Soros Györggyel, akivel sosem rejtette véka alá jó kapcsolatát, és nem is érti, miért kellene ezt tennie. Mindig ugyanarról beszélünk, arról, hogy mi történik Európában, mi történik a különböző tagállamokban, mindegyik tagállamban. Ezt ő elmondja a véleményét, én meghallgatom, én is elmondom a véleményemet. Timmermansról mindenki pontosan tudja, hogy annak a Soros Györgynek, az egyik brüsszeli szövetségese, aki teljesen más vízióval rendelkezik Európáról, mint mondjuk akár a magyar választók. Farkas Őrs politológus stratégiai hibának nevezte, hogy a magyar szocialisták meghívták Franz Timmermanst a kongresszusra. Az MSZP ugyanis azzal, hogy egy nyíltan bevándorláspárti politikust ünnepel, májusig további szavazókat veszíthet. Az a politika, amit ő képvisel, amely egyébként valóban mondjuk megtestesíti a bevándorlás melletti brüsszeli gondolkodásmódon, az Magyarországon adott esetben a szocialista pártnak a szavazói között sem feltétlenül talál nyitott fülekre, tehát a most hétvégi alkalom az arra volt csak jó, hogy a szocialisták azok nyilvánvalóvá tették azt, hogy ők azért összességében ezen az állásponton vannak. Farkas Őrs hozzátette, a szocialisták ezután alig ha tagadhatják le, hogy bevándorlás ügyben a brüsszeli kottából játszanak.